Bátaszéken kopogtak be egy 80 évesnél is idősebb áldozathoz a csalók még idén tavasszal. Az asszonyt csúnyán rávették, végül a megtakarított pénzének jelentős részét magukkal vitték. A lakására két idegen férfi bement, magukat ügynököknek kiadva, 50 ezer forint támogatás ígéretével. A beszélgetés során az idős személyek figyelmét elterelték, és 1,5 millió forint megtakarított pénzükkel távoztak a lakásról. Ezt követően az egész országban vadászni kezdtek a rendőrök a hasonló csalásokat elkövetőkre. A Bátaszéken is kárt okozó párost végül nyáron kapták el a szekszárdi nyomozók. A két férfi mindent beismert. Elmondták, hogy áprilisban és májusban Zalaegerszegen, Bonyhádon, illetve később Bátaszéken, majd pedig Nagymányokon és Nagykanizsán is követtek el hasonló bűncselekményeket, összesen 3 millió 790 ezer forint kárt okozva a sértetteknek. Volt, amikor hozzátartozónak való tartozásra hivatkozva vittek pénzt, ennek a felváltását kérték, így tudták kifigyelni a félretett pénz rejtekhelyét, és onnan tulajdonították el. Más esetekben pedig valamiféle kedvezmény felajánlásával, vagy valamilyen önkormányzati dolgozónak kiadva magukat próbáltak, illetve szerezték meg a félretett pénzét az idős személyeknek. A két csalót hétrendbeli kifosztással és lopással gyanúsították meg. A nyomozás már le is zárult, így a csalók hamarosan bíróság elé állnak.